Eredményes munkájáért Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Szűcs csabáni, a Vasvári Pál Gimnázium tanára és intézményvezető helyettese. Az elismerést az emmi minisztere Balogh Zoltán adta át Szűcs Csabánénak, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Én is köszöntöm a televízió nézőit, és örülök, hogy itt lehetek. Mindenek előtt szívül, gratulálok ehhez a nagyon szép elismeréshez, és adódik a kérdés, hogy mit jelent egy pedagógus számára egy ilyen elismerés a pályája derekán. Én már a pályán vége felé járok, tehát ezt feltétlenül hozzátenném. <kül> Nagyon nagy öröm állami kitüntetést kapni, vagy állami elismerést, főleg a külső szemlélők számára. De azt is elmondanám, hogy én már a városomtól is megkaptam azokat az elismeréseket, amit lehetett, ezek a külső jegyek. De a legnagyobb elismerés mindig a gyerekektől érkezik, amivel naponta szembesülök. Mi az, amivel kiérdemelte ezt a kitüntetést? Mi az, amivel indokolták, vagy önmaga hogy érzi, hogy miért kapta ezt a Én kitüntetést? Azt mondanám, hogy semmi olyan különleges dolgot nem tettem, amivel kitűnnék a tanártársaim közül. Viszont a rám feladatokat, azokat mindig igyekszem maximálisan ellátni. Végtelenül gyerekközpontú vagyok, ezt is hozzáteszem. Nem hiába választottam a tanári pályát, de olyan látványos eredményt, tehát amilyen országos kitüntetést igényelne, nem igen tudok felmutatni. Inkább azt mondanám, hogy a mindennapi munkámat végzem úgy, ahogy kell. Hány éve van ezen a pályán? Közel 40. Közel 40 éve e, tanítok. És hogy keveredett erre a pályára? Tudatos volt ez a választás, vagy egyéb szempontok is közbenél? E, valójában a középiskolában én fizika tagozatra jártam, mert orvosnak készültem de ugye a gimnázium utolsó két évében döntöttem úgy, hogy inkább a tanári pályát választom. Ehhez képest magyar történelem szak lett. Igen, ehhez képest magyar történelem szakon végeztem, és még azt sem mondhatnám, hogy a családunkban voltak pedagógusok, mert inkább iparral foglalkoztak a szüleim is, Viszont a férjem családjában ott voltak pedagógusok, és euh, nyilván ez nem hatott még akkor rám ösztönzően, csak akkor, amikor megismertem őket, és euh, valóban ők is úgy a pálya iránti elkötelezettséget vallották. Miért pont ez a korosztály? Tehát miért a gimnazisták? Ebben is van egy kis varga betű, hogyha az életpályámat nézzük, ugyanis nekem az alapvégzettségem magyar történelem szakos általános iskolai tanár volt. Én az akkori Besenyei György tanárképző főiskolán végeztem, és úgy gondoltam, hogy én általános iskolás gyerekeket fogok tanítani, de úgy adódott a munka lehetőség, ugye Nyíregyházán nem lehetett elhelyezkedni, hogy Demecserbe kerültem, ott viszont csak a gimnáziumban volt számomra állás lehetőség, aminek az volt a feltétele, hogy nyilván el kellett végeznem az egyetemet is. De szerencsém volt, mert miközben a gimnáziumban tanítottam mind a két szakomat, akkor az általános iskolában, amely a gimnázium mellett volt, hiányzott egy magyar szakos tanár, és egy osztályban ott is tanítottam. Majd amikor 87-től bekerültem Nyíregyházára a Vasvári Pál gimnáziumba, akkor már csak a középiskolás gyerekek maradtak, de ezt nem úgy mondom, hogy maradtak, mert én nagyon-nagyon Élvezem ezt a 14-től 18 éves korig terjedő korosztályt. Még az is lehet, hogy nem csak a tanár tanít, hanem a diákok is tanít. A mai világban tanít. ez biztos, hogy így van. Tehát annyi minden új dolgot lehet tőlük hallani. Nem hiszek abban, hogy egy tanár tévedhetetlen. Én mindig azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy nyugodtan szóljanak, ha nekik esetleg más információjuk van egy adott témáról, vagy lehet, hogy az agyam gyorsabban jár, mint ahogy beszélek, és lehet, hogy téveztek. Nálam természetes, hogy akkor szólnak, hogy ez nem így van tanárnő. És ez nem rossz, hanem azt jelenti, hogy a gyerek végül is nyomon követi az órát. Nagyon sokat változott a világ az elmúlt igen. 40 évben, és fel is gyorsult, tehát maga a változás is egyre gyorsabb. Hogyan tud alkalmazkodni ehhez egy pedagógus? Egyáltalán képese? Muszáj alkalmazkodni. Tehát ez nem úgy mondom, hogy kényszer hanem ez az élet vele járója, tehát föl kell venni a ritmust. A régi módszereket már nem mindig lehet alkalmazni. Annyi fajta információ áll a gyerekek rendelkezésére, hogy igenis ki kell használni a lehetőségeket, de vallom azt is, hogy tanári magyarázat nélkül, vagy útmutatás nélkül, inkább azt mondanám, nem lehet haladni ezen a pályán, és nem lehet sikeres a tanítás sem. Ez egy ilyen kölcsönhatás, tanítvány és tanár között. Mire van feltétlenül szüksége egy jó pedagógusnak ahhoz, hogy ezen a pályán sikeres tudjon lenni ennyi ideig? Hát feltétlenül az, hogy a gyerekeket szeretni kell. Én ezt vallom is, hogy feltétlenül úgy kell őket tekinteni, nem úgy, mint az életemet hátráltató személyeket, hanem úgy tekintem őket, mint akik partnerek, akik gyakran nevelésre is szorulnak, mert sajnos a mai világ olyan, hogy nagyon sokan ebben hiányt szenvednek, és ebben tudunk segíteni. Nem biztos, hogy amikor megismerem például a kilencedikes gyerekeket, rögtön elfogadják a véleményemet, ahhoz kell azért együttműködni. De én azt hiszem, hogy a 11. illetve 12. 12. évfolyamon mert teljes az összhang a gyerekekkel. Hogyan tudja egy tanár kivívni a diáknak a tiszteletét? Ö, igen, szoktam hallani, hogy gondot jelent a fegyelmezés, a gyerekek viselkedése. Ez nagyon nehéz, mert én amikor kikerültem tanítani, sem volt ilyen problémám. Azt hiszem, ha egy tanár hiteles, és egy gyerek tudja azt, hogy mit lehet, mit nem lehet, mit várok el tőle, és nem kell azt éreznie, hogy ez minden nap változik az alap dolgokat igenis el szoktam nekik mondani. Nagyon sokat változtak a családok. Változott az értékrend az elmúlt 40 évben. Ez hogyan képeződik le az iskolában? Igen, ezt mi is észrevesszük természetesen, de megint csak én úgy gondolom, hogy az alapértékeket a gyerekek otthonról hozzák. Nagyon nagy szerencsénk van, ha a szülők ugyanúgy gondolkodnak, mint mi. Tehát az a feladatunk, hogy a gyerek jövőjét mi előkészítjük. Vannak olyanok is, ahol kicsit más az értékrend. Csak egy konkrét példát mondok, ahol nem az emberi értékek a meghatározóak, hanem mondjuk a pénz. Pénzzel látszólag mindent el lehet érni rövid időn, tehát rövid időszakokban. És a tanárt is meg lehet kilóra. Így van, tehát sokan ezt gondolják. Gondolkodásban. Igen. Igen, de ez nem így működik. Nem így működik, és nagyon sok olyan tanítványom van, aki esetleg korábban hagyta abba a gimnáziumi tanulmányait, de ha napjainkban is összefutok velük, akkor ők szívesen emlékeznek vissza arra, hogy milyen értékrendet kaptak az iskolában. Azzal kezdtük az elején, hogy nagyon fontos az állami elismerés, de hogy a legnagyobb elismerés az pont a gyerekektől érkezik. Fel tud idézni ilyenből is? Természetesen nagyon sok sikeres diákom van az egész országban. Mit tekint sikeresnek? Sikeresnek tekintem például azt is, hogy ha a tanítványaim közül esetleg államtitkár kerül ki, mert azért ez, ez is nagy érdem, de sikeresnek tekintem azt is, hogyha valaki úgy találja meg az elképzeléseit, hogy ott ki tud teljesedni és boldogan végzi azt a munkát, amit épp választott. Én azt kívánom, hogy a hátralévő időben még nagyon sok ilyen diák kerüljön ki a kezek közül. Még egyszer gratulálok, és köszönöm, hogy befáradt a stúdásban. Én is köszönöm szépen.